Üdvözlöm Önöket, ez az Ősök tere. A 20. század elején több sípcsonttörés is történt a pályán, majd a lelátón is elszabadultak az indulatok. Az Üllői úton verték az újpestieket, Debrecenben a nyíregyháziakat. A magyar futball erőszakról beszélgetünk. Vendégeim Antal Dániel és Szegedi Péter. Kezdjünk. A 20. század elején nem egyszer mentő vitte el a sípcsontöréses csatárokat. A bírókat a 20-as években is rendőrkordonnal kellett kimenekíteni a feldühödött szurkolók elől. Az MTK és a Ferencváros felekezeti ellentéte lassan adta át a helyét a Fradi-Újpest városvidék rivalizálásának. A két világháború között gyakran előkerült a bajonett a lelátókon. A rendőrség kardlapozással osztatott a harmadik félidőben. Lilák zöldre verve. Futball erőszak Magyarország. A századfordulón több népszerű sport is volt, ilyen volt a torna és az atlétika, most mégis a fociról fogunk beszélgetni a következő mintegy fél órában. Mi a magyarázata annak, hogy az első foci klubok megjelenésével Magyarországon a foci ez abban a pillanatban azonnal népszerű sport ellen? Ennek az a magyarázata, hogy a futball volt az első csapatsportág Magyarországon, hiszen korábban, ahogy említetted, atletizáltak, tornáztak, eveztek, és ezek mind olyan sportágak, ahol a drukkerek, a szurkolók, azok egy-egy játékosnak szorítanak azok egyéni kvalitásai miatt. A csapatsportágaknál azonban eltűnnek ezek az egyéni kvalitások, ott már a csapattal való azonosulás az, ami meghatározza egy-egy klub népszerűségét. És jellemző módon egyébként ott lett igazán népszerű ez a sportág, ahol a társadalomban eleve nagyon komoly társadalmi ellentétek voltak. Nem véletlen, hogy Közép-Európában olyan népszerűvé tudott, és olyan gyorsan népszerűvé tudott válni a futball. Gondolok itt ugye a monarchia egyes országai közötti rivalizálásra. Nem véletlen, hogy a magyar-osztrák mérkőzések a mai napig tartják a csúcsot a kontinensen. Igen, most benne is vagyunk egy szociológiai elemzés közepében, igen. Péter. Mégis talán beszéljünk arról, hogy a kezdetekben, és azon kívül, hogy milyen társadalmi összefüggése volt a focinak. Maguk a játékosok kemény focit játszottak. Azt olvasom, hogy erőből fociztak, nem ritka volt az, hogy vétlen szabálytalanságok történtek. Mi a magyarázata annak, hogy az első évtizedben mondjuk sok sípcsontörés volt, nem direkt, hanem vétlenül? Egész egyszerű, nagyon egyszerű a válasz erre gyakorlatilag, hiszen ez egy új sportág volt, és nem tudták úgy kezelni a labdát. Nem tudták eltalálni, tehát nagyon sok esetben nem a labdát találták el, hanem az ellenfelet. Ebből a szempontból egy nagyon jó példa egyébként az első nyilvános futballmérkőzés 1896-ban a Pékerdőn, a Törekvés Dalárda tagjai alkottak két csapatot, 20 perc után be kellett fejezni a mérkőzést, mert három embernek is eltört a lába. És utána is számtalan esetben történtek súlyos sérülések. Mi a futball erőszakról beszélgetünk, és most a pályán lévő erőszakról beszéltünk, de a kérdés az, hogy hol szabadult el a pokol? A pályán tehát, vagy a lelátókon? Kezdetben ugye nem léteztek még stadionok, tehát a századforduló környékén nem léteztek a mai értelemben a stadionok, inkább pályákról beszéltünk. Illetve nagyon fontos szempont, hogy egy picit érdemes visszakanyarodni az időben, és arra azt az időszakot is figyelembe venni, amikor tulajdonképpen a futball, mint csapat, sport gyökerei kialakultak, és ez a középkorban volt, amikor is a futball ugye még nem mai értelmevett sport volt, hanem sokkal inkább helyi közösségek közötti konfliktusoknak egyfajta ilyen kanalizált vagy becsatornázott kiélési lehetősége. És abban az időben, mondjuk a késői középkorban főleg, nem voltak igazából élesen szétválasztva a szurkolói, illetve a résztvevő szerepek. Adott esetben több száz, több ezer fő vett részt ezekben a népi futballnak nevezett őrületekben, és ekkor még gyakorlatilag minden eszköz megengedett volt, tehát nem voltak szabályok, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a futball kezdetől fogva egy erőszakos közegben bontakozott. És mégis hajlamosak vagyunk úgy gondolni a középkori példa ellenére, hogy a mai időkre jellemző a huliganizmus, a futball erőszak, és úgy próbálunk a század előre, a kezdetekre oda nézni, mint hogyha ott minden tiszta fair play lett volna. De olvasom a tanulmányaitokat, és abból kiderült számomra is, ha eddig nem tudtam volna, hogy a kezdetek is erőszakkal teltek. Viszont rátérve most már konkrétan az erőszakra.
Azt olvasom a Péter tanulmányaiban, többen is megjegyzed azt, hogy az első nézői csetepaték igazából nem a nézőknek a durvasága, vagy néző drukker táboroknak az össze ellentétéből fakadt, hanem például azt írott, hogy urak, vagy pedig szakosztályi vezetőknek a, hogy mondjam, a hírigje miatt csatlakozott be a nézősereg a már meglévő konfliktusba, ami a pályán volt, igaz ez? Igen. És itt van egy nagyon nagy különbség a mai futballerőszak és a korabeli futballerőszak között. Ugye, hogyha manapság futball és erőszak kapcsolatára gondolunk, akkor döntően a egyes szurkolótáborok közötti összecsapásokra gondolunk, ahol a lényeg maga a mérkőzéstől függetlenül a verekedés, az, hogy ők is összemérjék az erejüket. Hogyha visszamegyünk az időben, akkor két dolgot mindenképpen le kell szökezni. Az egyik, hogy sokkal változatosabb volt a futballerőszak, tehát játékosok között előfordult, megütötték a bírót, a nézők rátámadtak a bíróra, stb. De szurkolók között nem voltak ellentétek, igazából, tehát fizikai erőszakkal járó ellentétek. Ennek az volt az oka, hogy mindig kötődött a mérkőzéshez egy-egy erőszakos cselekmény, tehát a nézők megtoroltak valamilyen sérelmet. Ez azt jelenti, hogy nem azért mentek ki, hogy balhét csináljanak, mint a jelenlegi futballhuliganizmusnak, gondolom ez az egyik motivációja, hanem hogyha ott volt, történt valami, mondjuk egy játékos keményen játszatok, egy néző felhatalmazva érezte magát a játék végén, orba vágja ezt a játékot. Így van, és ez sokszor egyébként egymást erősítő folyamat volt, tehát újságok beszámoltak például arról, hogy volt egy elég durva mérkőzés, a nézők elkezdték biztatni a játékosokat, hogy rúgjátok őket agyon, rúgjátok agyon, ők meg persze meg is próbálták egymást agyon rúgni, hogy aztán a mérkőzés után a vehemensebb nézők megvárják a játékosokat, hogy aztán ők tegyenek igazságot. Most időben, amiről eddig beszéltünk, ez körülbelül az első világháború körüli időkre jellemző, ugye? Vagy előttre is már ez jellemző van? Tulajdonképpen előtt, tehát már az 1900-as évek elején is előfordultak ilyen események, de azt az időszakot, tehát az első háború előtti időszakot inkább a játékosok sokszor nagyon durva agressziója határozta meg, amikor már a nézők is komolyan bekapcsolódtak ezekbe a csetepatékba, az jellemzően a 20-as évek eleje. És itt van egy választópont, 1919. Itt ez egy turbulens év volt, több történelmi okból is, nyilván az ősök terén nézői tudják, hogy mire gondolok. Egyrészt egy vesztett világháború, forradalmak, ellenforradalmak, társadalmi és gazdasági turbulenciák. Ez hatással lehetett a növekvő és hirtelen megnövekvő erőszakra? Tehát ilyen társadalmi összefüggése is van a dolognak? Mindenképpen, tehát egy gyakorlatilag a háborút követően egy norma hiányos társadalom volt itt Magyarországon. Tehát gondoljunk a különböző pogromokra, politikai gyilkosságokra. Egyáltalán az a tény, hogy nagyon sok frontot megjárt, és ott az erőszakot kiélő férfi jött vissza Magyarországra, hogy aztán mérkőzéseken vegyen részt. Tehát ebből a szempontból volt egy sokkal erőszakosabb társadalom. Egyrészt, másrészt pedig ugye ott volt Trianon, ahol a politikai propaganda ugye végig azt hangsúlyozta, hogy igazságot kell tenni. És hát ez úgy csapódott le véleményem szerint a mérkőzéseken, hogy amikor valamiféle olyan dolog történt egy pályán, hogy a bíró igazságtalan volt, akkor a nézők innentől kezdve feljogosítottva érezték magukat, mint egy példát véve a politikából, hogy akkor most itt nekik kell igazságot tenni, mert az nem maradt megtorolva. Vagyis, hogyha a tanácsköztársaságért idézőjelben a zsidók felelősek, akkor az MTK-t lehetett szidni a franstattiaknak a pályán, és így le lehet vezetni a feszültséget. Beszéljünk a szurkolói táborokról. Milyen társadalmi kulturális millióból érkeztek az első kluboknak a szurkoló táborai? Igazából azt lehet mondani, hogy a futball ugye az a sport, amelyik a legnagyobb tömegeket vonza, és onnantól kezdve, hogy tömegekről beszélünk, hát szükségszerűen az alsóbb rétegek is nagy számban jelen kell, hogy legyenek, és ez így is történt. Talán a szurkolóknak a társadalmi szempontból történő differenciálódása az a stadionok megjelenésével érhető tetten, amikor is ugye bizonyos szektorok jellemzően a legolcsóbb kapu mögötti rész vonzotta a kevésbé tehetősebb rétegeket, míg ugye a disztribűnök pedig a mindenkori notabilitásokat. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy azért alapvetően heterogén volt mindig is a meccs látogatók közege, de ugyanakkor a nagy tömegek
jelenléttel következtében szükségszerűen alsó léprétegek is nagy számban megtalálhatók. És hogyha az egyéni csapatokra leosztjuk, mondjuk Ferencváros, MTK, későbbiekben az Újpest, akkor milyen tényezők határozták meg, hogy mondjuk egy egyén melyik csapathoz kötődött érzelmileg később, úgyhogy támogatta anyagilag, illetve személyében a meccseket? Alapvetően helyi kötődések határozták meg ekkoriban még a csapatválasztást. Ugye ez különösen a mai időkkel összevetve tűnik egyértelműnek, amikor is, hát különösen mondjuk Magyarországon, ahol ugye a klubfutball kevésbé erős, hát ma már ilyen média által közvetített minták alapján választanak nagyon sokan csapatot maguknak, és amiben ugye a helyi kötődés egyáltalán nem játszik szerepet. Viszont ez mondjuk a 20-as, 30-as években még ez nem... abszolút nem volt jellemző, tehát egyértelműen a helyi kötődés volt az első számú szempont. Családi illetve mondjuk a budapesti nagycsapatok esetében ott azért olyan plusz jelentős tartalmak is kapcsolódtak a klubokhoz, amik meghatározták. Erre lennék kíváncsi, hogy családi kötődések is belejátszanak, hiszen ahogy említettük például az MTK esetében, gondolom egy zsidó származás ember fontosnak tartotta már, ameddig lehetett, ugye gondolok itt a zsidó törvényekre a 30-as évek végén támogatni, vagy egy mondjuk egy 9. kerületi, gondolom lokálisan ferencvárosi lehetett. Így van, de mondjuk pont az MTK, illetve a Ferencváros esetében jellemző az, hogy viszonylag kevésbé játszott szerepet a helyi kötődés. És ugye, ahogy Hadas Miklós, illetve Karádi Viktor egyik nagyon jelentős tanulmányában leírja, itt valójában asszimilációs versenyfutás zajlott az asszimilálódni kívánó német, illetve zsidó állampolgárok körében. És alapvetően az MTK-FTC szembenállást ez alapozta meg. Talán ennek egy beszédes példa, hogy Hungáriára változtatta az MTK nevét, talán ennek a törekvésnek az egyik jellemzője. Igen, de önmagában az MTK neve is, tehát hogy Magyar Testgyakorlókör, ez egy elég szokatlan név volt annak idején, tehát a budapesti klubok, mondjuk a Macot, tehát a Magyar Atlétikai Klubot leszámítva, azért jellemzően a kerületükről nevezték el a csapatukat, és klubnak, vagy később egyesületet nevezték magukat, de nem körnek, tehát már ott is volt egy ilyen törekvés, hogy minél magyarosabbnak tűnjön a név. Visszatérve az erőszakra, mikor alakultak ki az első kemény magok a szurkolói táborokon belül, és én hagyom az a két példát, mind a 2022-ből. Az egyik két idézőjeles zsidó csapat, MTK és a Vac meccse, amikor a futballisták és a rajongók is egymásnak esnek. Tehát itt nem antiszemita és szemita összetűzésről van szó. Szóval a másik pedig egy belháború, két debreceni csapat, DTA és Deac meccs, ahol szintén helyiek, nem nyíregyházi debreceni csapat támad egymásra, hanem a helyiek. Mi a magyarázat ennek? Ez talán az az időpont, amikor az első futball huliganizmus megjelenik a magyar futball történetben? Hát ez ugye visszautalnék arra, hogy amiről itt már korábban szólt, hogy ez a háború utáni anómiás, normahiányos időszak, amikor nagyon könnyen támadtak egymásra emberek. Egyébként ebben az időszakban azért szervezett szurkolói csoportokról még nem beszélhetünk, tehát az a Ferencvárosnál a 20-as évek végén jelenik meg. Ez tipikusan, amit itt mondtál, ez két olyan példa, ahol tetten érhető az, hogy különböző társadalmi csoportokhoz kötődő klubok között tör ki valamilyen botrány, és hát az MTK Vac esete az egy egészen hihetetlen eset. Ugye itt Jom Kippur napja volt aznap este, főleg szélső jobboldali lapok szerint, de valószínűleg nem alaptalanul együtt mentek volna a zsinagógába a játékosok, ezért előre is hozták a mérkőzést, kora délelőtt, illetve délelőtt játszották, és hát egy verekedésbe torkollott gyakorlatilag, félbe is kellett szakítani a mérkőzést, és mivel rangadó volt, ezért egy 7000 néző volt jelen, és még a nagyon ritka módon még a lelátóra is átterjedt a verekedés. Itt talán ez egy periférikus példa volt, de hogyha a magyar futballtörténet megnézzük, akkor leginkább az MTK Ferencváros és a Fradi Újpest rivalizálás volt a legjellemzőbb az évtizedek során. Hogy ennek mi az oka, ezt mindjárt megbeszéljük, de javaslom, hogy a nézők tekintsenek meg velünk egy híradó részletet 1944-ből, egy Fradi Újpest rangadót nézzük. Rangadó labdarúgó mérkőzések során hűvös, szeles időben több mint 20 ezer néző előtt mérte össze erejét a Ferencváros az Újpest csapatával. A Csíkos Ingben játszó Ferencváros együttese nagy küzdelemben 2-1 arányban győzte le az Újpest csapatát. Köszönöm.
Tehát a kérdés ugyanaz, amit egy perce föltettem, MTK Fradi, illetőleg Újpest Fradi, a fő rivalizálási pontok. Miért éppen ezek a csapatok alakultak ki gócpontokként? Ugye a Fradi MTK szembenállásról már az imént beszéltem. Ezt a szembenállást ezt kezdte a 30-as évektől talán egyre inkább háttérbe szólítani az Újpest-Ferencváros rivalizálás. Igazából a két csapat közötti ellentétnek több rétege is van. Talán a legelső és legalapvetőbb ellentét az kicsit leegyszerűsítve az egy fővárosvidék ellentét. Másképpen fogalmazva, nem volt Budapest része. Így van, így van. Tehát Újpest mondjuk egy speciális helyet foglal el ilyen szempontból, hiszen tudjuk, hogy Ezerszállal kötődött mindig is Budapesthez. Úgyhogy igazából a centrum-periféria szembenállás lenne az egészen pontos kifejezés. Ugye azt tudnunk kell, hogy 1926-ban indult először professzionális nemzeti bajnokság Magyarországon. Azt megelőzően ugye gyakorlatilag amatőr, illetve államatőr szinten küzdöttek a csapatok, és hát azt láthatjuk, hogy a tízes években az FTC meg az MTK az így felváltva szerezte a bajnoki címeket, és gyakorlatilag nem volt még vidéki klub a bajnokságban. És ezt bolygatta meg úgymond az Újpestnek a belépése, hogy a 21-ben Asner Lipót lett az Újpesti Torna Egyletnek az elnöke, és ez egy virágzást hozott a klubnak. Ahogy az 50-es években a Dózsának, már Dózsa néven futó Újpestnek milyen szerepe ez, erre milyen visszatérünk erre a Fradi-Újpest konfliktusra, de még talán visszatérve a háború előtti két rövid kérdés hagytaljék fel nektek. Az egyik a bíróverések, ugye mennyire volt a magyar focira jellemző, hogy bírókat, partjelzőket vertek? Nagyon sokáig nem volt jellemző, tehát a bírónak egy rendkívüli tekintélye van azért a futballban, nem véletlen, hogy a szabálykönyvek már a kezdet-kezdetén nagyon erősen szankcionálták a bíróverést. Amikor azonban ugye fölbomlik a rend, ismét ide térünk vissza 1919-hez, onnantól kezdve nagyon gyakran előfordult, hogy bírókat megvernek, néha játékosok is, úgyhogy tudták, hogy akkor örökre eltiltják őket, de inkább a nézők voltak azok, akik a mérkőzés után megvárták a bírót és megpróbálták megdobálni. Hogy tegyem hozzá, hogy egyre kisebb sikerrel, tehát ahogy telt az idő. De ez nem a célzó képességük. Nem, ez nem a célzó képességről szól, hanem a rendőrségről szól, mert egyre nagyobb rendőri. Akkor beszéljünk erről, 1921-ben volt egy belügyminisztéri rendelet, 43-ban egy további szigorítás. Mennyire sikerült a rendőrségnek az erőszakot visszaszorítani, illetve az MLS-nek az agresszív játékosokat kiszorítani? Az MLS-nek sikerült talán kevésbé, tehát az MLS ugye nyilván inkább a játékosokat próbálta megrendszabályozni. Itt a 20-as években a nézőkkel volt igazán gond, és 21-ben nem csak egy belügyminisztéri rendelet volt, ami többek között kimondta, hogy Botrány esetén az ügyeletes rendőr beavatkozhat a mérkőzésbe, és akár le is fújhatja, hanem 1921. decemberében egy botrányos forduló után, ahol egy MTK Kispest meccsen a kispesti szurkolók boxerrel ájultra vették a bírót. Ezután a mérkőzés után a budapesti rendőrfőkapitány betiltotta a futballt, a nyilvános futballmérkőzéseket Budapesten. Másfél hónapig nyilvános mérkőzés nem lehetett a fővárosban játszani, sőt akkor még olyan hírek keringtek, hogy fél évig semmiféle mérkőzés nem lehet. Péter, egyik tanulmányodban azt írod, hogy a 30-as évekre az utcára szorult a stadionokból az erőszak. Én ezt az időszakot most kihagynám, és az 50-es éveket is részben, mert egy korábbi adásunk, egy december közepi adásunkban 50-es évekről részletesen beszéltünk. Ugye, hogyha a kommunizmus évtizedeiről lennél, csak egy rövid kérdésem lenne, hogy viszonylagos nagy rend volt. Nem nagyon olvasunk arról, hogy nézői rendbontások lettek volna, pedig több tízezres meccsek zajlottak, hiszen ez volt a magyar foci fénykora. Mivel magyarázható ez? Az elnyomott, a kommunista rezsim által elnyomott indulatokkal, egyszerűen itt maradt az, hogy a Fradit kell támogatni, így lehet a rendszert alulról megvétózni. Egy kicsit összetettebb talán a kérdés. Igazából tehát kemény magok vagy táborok, azok már a kezdetektől ugye voltak több csapatnál is. Ugye Ferencvárosnál B-közép egy nagyon híres ilyen tábor volt. De kifejezetten az erőszak köré szerveződött csoportosulások, azok először a 70-es, 80-as években a Népstadionbeli kettős rangadókon kezdtek felbukkanni.
És az, hogy ezek sikeresen tudtak tevékenykedni, az nyilván a rendőri erőknek egyfajta visszaesésével is magyarázható. Az pedig, hogy erről nem igazán tudunk túl sok mindent, annak az elsődleges oka az pedig az, hogy a korabeli sajtó az mélyen hallgatott az akkoriban történt botrányokról, annak ellenére, hogy részben az angliaihoz hasonló akciók is lezajlottak a Néf stadion lelátóin. Tehát egy angol mintára alakult ki a futballhuliganizmus Magyarországon? Nem, tehát a média akkor még ugye nem közvetített semmit külföldről, különösen Angliából és különösen huliganizmus témában. De ugyanakkor például az Újpest táboron belül volt egy 10-15 fős mag, amelyeket rendszeresen meglátogatta, úgymond, idézőjelben, meccs közben a ferencvárosi szektort, és hát ott rendezett támogfutást. Viszont ez a 90-es években kicsit visszájára fordult, egészen a mai napig a Fradi tábra a legerősebb. Egy rövid kérdése van már csak időnk, ezért Péter, azt kérdezném, hogy a jelenkori futballhuliganizmusnak vagy mi köze van a focihoz, illetőleg az ultrák és a huligánok között mi a különbség, sokan ezt nem tudhatják. Igen, hát itt két nagy szurkolói kulturális irányzatról van szó, ugye a huligánok azok inkább Angliában működnek, és úgy járnak mérkőzésre, hogy nem úgy öltözködnek feltűnően, amivel jelzik, hogy milyen csapathoz tartoznak, és nem is szurkolnak olyan hangosan, hanem inkább igyekeznek verekedni. Nyilván most nagyon leegyszerűsítve fogalmazok, az olaszoknál pedig az ultramozgalom a jellemző, akik ugye igyekeznek minél jobb hangulatot teremteni, de hát persze ott sem nélkülözi a mérkőzések az erőszakot, de ez tényleg nagyon leegyszerűsítve a két. Én megköszönöm az értelmezést, lejárt az időnk, és én nagyon köszönöm, hogy végigrohantatok velem a 20. századon. Köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, írjanak nekünk az ősöktere@hirtv.net e-mail címre, és nézzék meg korábbi adásainkat a Hír TV honlapján. Minden adásunk előzetesét továbbra is a Magyar Nemzet szombati magazinjában olvashatják. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, és találkozunk újra az ősöktere.